Nekem gyerekkoromban voltak tengeri malacaim, ami nagyon jó élmény, visszagondolva, hogy annyira jópofa állatok, tehát tényleg saját kis személyiségük van, és nagyon, nagyon cukik, hát ez egy fontos szempont. Illetve olyan értelemben is szerintem ideális háziállat, hogy nyilván ha az ember olyan életet él, hogy mondjuk egy kutyát nem tud sétáltatni, vagy bármi, akkor ugye ilyen teendői nincsenek a tengeri malacsal, csak élvezheti, hogy ott van egy állat a társaságában. Annyi olyan állat van a világban, aminek rossz a sorsa, vagy akinek rossz a sorsa, és akkor már inkább egy ilyen állatnak biztosítunk otthont, mint hogy így tenyésztésből, vagy hasonlóból. Illetve hát gazdi szempontból is jó volt szerintem, mert hogy az egyesületnél annyira lekövethető, hogy honnan jött az állat, hogy milyen egészségi állapotban van. Az elején, amikor hozzánk kerültek, akkor ugye még nem ismertük annyira őket, és akkor volt ilyen, hogy minden rezdülésnél mondjuk így nem tudtam, hogy most ez normális-e, vagy baja van, vagy bármi. És mondjuk erre is jó volt egyébként az egyesület, mert én írtam kérdéseket ilyenkor az egyesületnek, hogy figyeljetek már, ez így normális, vagy ez így jó, és akkor mindig nagyon segítőkészen válaszoltak, és általában megnyugtattak, hogy semmi gond nincsen. Itt tényleg az állatokért van minden, tehát mi abszolút nem természetesnek vettük, hogy vannak feltételek, és az egyesületnek is fontos, hogy hova kerülnek azok az állatok, és mi örömmel úgymond teljesítettük ezeket a feltételeket, mert nekünk is fontos volt, hogy az egyesület is tudja, hogy jó helyre jönnek a malacok, meg mi is tudjuk, hogy jó helyről jönnek a malacok. Tehát, hogy szerintem ez egy pozitívum. Nyilván egy csomószor van olyan, hogy nem tudnak már gondoskodni róluk a gazdik, vagy nem jól gondoskodnak, és nagyon jó, hogy van egy hely, ahova ezek a malacok így tudnak kerülni jó esetben. Mindig elképzelem, hogy a lakásokban állnak tényleg itt a malacketrecek, és tele van minden malacsal, és hogy ez egy feladat is, tehát már mint hogy nyilván egy csomó feladat jár vele, és hogy ez tök jó, hogy vannak emberek, akik ezt így csinálják, és fontos nekik ez. Nani, a kisebbik, ő egy felfedező, tehát őt, hogyha kiengedjük a nappaliba, akkor biztos, hogy olyan helyre próbál menni, ahova mondjuk nem akarjuk, hogy menjen, vagy tehát, hogy őt mindent megnéz, és mindent felfedez. Műtyürke, ő meg így nagyon szereti a hasát, tehát ő jár egy kört a nappaliban, és utána visszamegy a ketrecbe, és örül, hogy egyedül tud szénát enni, amíg a kicsi meg felfedez. Ha megismeri őket az ember, akkor ugyanúgy, mint egy embernek, teljesen különálló egyéniségük van, és ezt így nagyon jó megtapasztalni, meg megélni, meg megismerni őket.